Nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket Hangvilla című magazin műsorunkban, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdió vendégét, sokatszor visszatérő és állandó zenésztársam is, műsorvezetés kapcsán is sokat beszélgettünk már. Itt a tévében is, de egyébként már a Vörösmarty Rádióban, szóval nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a Hangvilla stúdiójában, a Fejvár Televízió stúdiójában Esze Tamást. Szervusz Tamás! Szia, és köszöntöm a nézőket! Ma is érzékenyíteni próbálunk, de ma nagyon érdekes irányt vesznek ezek a beszélgetések, amit tervezünk, hiszen három részes kis műsorban gondolkodunk. Ennek a három résznek az első része rád jutott, hiszen azt terveztük, azt találtuk ki, hogy oly sokat beszélgettünk már a tanítványokról, különböző zenei stílusokról, bemutattuk a hangszereiteket, hogy most azt találtuk ki, hogy egy kicsit a ti kedvenceitekről fogunk beszélgetni, és most nem Kutyabarát magazin műsorunknak kezdünk neki, ezt gyorsan mondjuk is ki, hanem a zenei stílusokra vonatkozó kedvencekről fogunk beszélgetni. Úgy döntöttünk, hogy te, tehát Esze Tamás, illetőleg Esze Zsolt, aztán pedig majd Csorba Péter lesznek a vendégeim ebben a beszélgető sorozatban, és hát Tamás, nagyon-nagyon fontos akkor, hogy tisztázzuk, korszakok vagy előadók lesznek, amikről beszélgetünk, tehát, vagy mind a kettőt összepróbáljuk egy kicsit hozni. Igazából a korszak, ami az én személyes kedvencem, és azon belül ugye előadókról lehet beszélni. Ugye az én személyes kedvencem, és amit legjobban szeretek játszani, és szerintem azt is tudom a legjobban játszani, ez a hagyományos értelembe vett jazz, improvizációs része, mondjuk a bebop korszakig bezárólag. Igaz, hogy tanultam és foglalkoztam is ennél modernebb improvizációs megfejtésekkel, de valahogy ezt sosem éreztem a sajátomnak, úgyhogy nem is nagyon próbálkozom vele. Maradok a hagyományos dolgoknál, ami megy. Gyorsan rakjuk rendbe ezt mondjuk ilyen évszámilag. Tehát, hogyha mondjuk az a televízió néző, aki néz bennünket, és mondjuk nem igazán ért, hogy a bebop mondjuk meddig tartott, akkor körülbelül azt mondom, hogy a 30-as, 40-es évekig? Hát körülbelül igen, ugye? igen. Én szeretem még, tehát én olyan 20-as, igen, 20-as, 30-astól egészen 40-50-ig nagyjából ezt szeretem a legjobban. Na mi és a jellemző erre a korszakra? Hát erre ugye az a jellemző, hogy ugye egyrészt kitalálták az elektromos gitárt, és a gitárnak elég komoly szerep jutott innentől kezdve, és elindulhatott a fejlődés ezen a hangszeren is, és már elég modern zeneelméleti tudással is rendelkeztek az előadók. Ugye hát itt ugye a fő momentum az, hogy ugye az afrikai népzenével összekeveredett az európai hangszeres és a zeneelméleti tudás, és ebből született a jazznek a különböző műfajai. És ezeket aztán embertelen virtuóz technikával megpróbálták, és hát tökéletes sikerrel csinálták ennek a eljátszását. Uh-huh. Tulajdonképpen úgy néz ki egy nóta, hogy eljátszák a dallamot. Ez innentől kezdve, tehát szerintem a 30-as, 40-es évektől kezdve már nem elsősorban tánczenei igényeket szolgál ki, tehát erre már nem táncoltak, hanem koncert jellegűen hallgatták ezeket a zenéket, tehát úgy adták őket elő, hogy eljátszák a dallamot, és utána improvizálnak rá tetszés szerinti kört, és hát ezeknek az improvizációknak ugye hát borzasztó értékük van a mai kor számára is, nagyon komoly technikával, nagyon komoly megvalósítással, szóval tényleg lenyűgözőek. Ez abban az időben a szórakoztató zene volt. Ma már egy kicsit azt mondanák rá, hogy ez már a művészet része, itt már művészi produkciókról beszélünk. A jazz zene és mondjuk hogy a bebop korszak, ma már inkább azt mondjuk, hogy a komolyabb műfajok felé, komoly zene felé tendál, mutat inkább, mint sem a könnyed szórakoztató irányba. De akkor a 30-as, 40-es vagy akár mondjuk az 50-es évek elejéig ez volt a szórakoztató zene, ha úgy tetszik, akkor ez volt a tánczene. Hát így van. Ezután ugye, tehát ez azért nem szórakoztató műfaj mai világban, mert ugye nem ezt kapják az emberek szórakozásnak. Ha most is ezt kapnák, és más ugye nem lenne, könnyebben, sokkal könnyebben emészthető dolog, akkor ugyanez lenne a szórakoztató zene. Csak ugye fő különbség, hogy ma már ugye nagyon szűk szegmens tanul zenét, és ugye ezeket a komolyabb műfajokat értékelni, hallgatni jó kedvel, meg az, hogy örömet okozzon az embernek, azért kell valamilyen előképzettség. Uh-huh. Tehát
Ugye ma meg sokkal egyszerűbb tömegeket úgy megmozdítani, hogy egyszerűbb műfajokat adunk nekik, egyszerűbb harmonizációkat, egyszerűbb harmóniavilágot, dallamvilágot, és előképzettség nélkül is sokkal könnyebben emésztik. Hát érdekes dolog, amiről beszélsz, hiszen ez tulajdonképpen egy veszélyes pálya, hogyha egyszerűsítjük a dolgokat, ha kivonjuk belőle az eszenciát, mondjuk hadd fogalmazzak így, ha minden nehéz fokozatot lekapcsolunk, akkor nagyon egyszerű zenefogyasztóvá válunk. Hát én azt remélem egyébként, hogy ez a műsor pont ellenpontja lenne mindennek, ez a célunk. Emeljünk ki néhány előadót ebből a korszakból, akikre mondjuk azt mondanád, hogy na azért ők mondjuk akár a korszak nagyjai voltak, vagy akár a te kedvenceid, vagy mind a kettő. Hát tulajdonképpen a legelső nagy kedvencem West Montgomery, az egyértelműen az egyik kedvenceim közé tartozik, és hát utána ez a Herb Ellis vonal, és a Joe Pass, az egy hihetetlen komoly kedvencem, rengeteget tanultam a munkáiból, és hát aztán George Benzonnak még ugye a korai igen. lemezei, amikor tényleg mondjuk jazz trióval, trióval játszott, és hát mondjuk a modern korszakból mondjuk egy Birelli Lagren, aki virtuóz technikával még mindig ugye ugyanazt a hagyományos jazz próbálja játszani. Tehát ezek nagyjából ez a vonal az én kedvencem. Bemutatjuk a televízió nézőknek hát a zenei arcunkat is, hiszen minden egyes műsorban készülünk zenei betétekkel. Kettő dalt hoztál most magaddal, vagy kettő dalt játszottatok el. Mi legyen az első, Tamás, a tiéd a választás? Legyen mondjuk a Four című jazz standard. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Folytatjuk tovább mai beszélgetésünket a Hangvilla című magazin műsorban, és az előbb láttunk, hallottunk egy dalt. Tamás, egy kicsit mesélj nekünk erről a dalról, bár azt gondolom a dal magáért beszélt, egy igazán remek felvételről van szó, és visszavitt bennünket abba az időszakba, abba a korszakba, ami hát mondjuk úgy, hogy a te nagy kedvenced, hiszen erről beszélgetünk, erről az időszakról, erről a zenei stílusról, és erről a világról. Miért ezt a dalt választottad? Tulajdonképpen nagyon szeretem a dallamát egyrészt, a másik meg a harmónia körét. Körét is nagyon szeretem, és rengeteget játszottam már, és egyszerűen szeretem ezt a dalt. Hogy lehet elmagyarázni, hogy szeretem, igen. Tehát a szeretemet hogy lehet elmagyarázni. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor milyen zenéket hallgatsz otthon? Tehát mi az, amire azt mondom, hogy mondjuk, hogyha leülsz, és tényleg egy kicsit el akarsz pihenni, és azt mondjuk, hogy most akkor a pihenés, a kikapcsolódásba zenét kell választanod, akkor milyen, nem tudom én, CD-khez vagy bakelitekhez nyúlsz? Hát nagyon sokféle zenét hallgatok, ha van rá időm, de azt legkezdődik, erre van a legkevesebb időm. És ugye az az igazság, hogy én egész nap zenével foglalkozom, egész nap a kezemben van a gitár, vagy tanítok, vagy fellépek, vagy készülök valamilyen fellépésre, stúdió munkára. Úgyhogy igazából ezután már nem nagyon kívánok zenét hallgatni, tehát általában valami olyan műsort teszek, ahol beszélnek, vagy nem tudom, nincs zenei hang, mert meg lehet ezzel telni, és már nem, tehát nem tud kikapcsolni. De ha van időm, akkor nagyon szeretem az igényes, populáris zenét, tehát mint tudom én, egy Michael Bolton CD-t is nagyon szívesen meghallgatok, mert nagyon, nagyon jó. És hát ebben a jazz korszakban született dalokat, ezeket is nagyon szívesen hallgatom, és többféle előadótól szeretem meghallgatni. Ugyanúgy szeretem a szaxofonosokat is ebben a témában, mert szerintem gitáros szemmel még a szaxofon az még egy olyan hangszer, ami ugye gitáros szemmel is értelmezhető. És szegény dobosok, billentyűsök, basszus gitárosok, ugye, ilyen formában. Említettél neveket az előző megszólalás végén, felsoroltál néhány olyan előadót, akik azt mondtad, hogy mondjuk a korszak nagy alkotói voltak, illetve mondjuk kedvenceid. A játékstílusodra melyik volt, vagy melyik előadó volt igazán nagy hatással, vagy melyikből tudsz meríteni és azt mondani, hogy mondjuk én őt követem, vagy van-e egyáltalán olyan, akit követsz? Hát én nagyon szerettem volna mindig is George Benson-osan és Birelli Lagrenesen játszani, úgyhogy én mindig erre törekedtem, hát aztán ennyire sikerült, amennyire hallatszik. Joe Pass-t is nagyon szeretem, ő nagyon sokat játszik újjal. Azt igazából, amikor akkordszólót játszom, vagy akkordikus játékot, akkor én is szoktam újjal játszani. West Montgomery-nek meg egészen egyedi stílusa volt, mert hüvelyk újjal pengetett, és még a jazz tanszakon próbáltuk a haverjaimmal mindig lelassítani, hogy nem létezik, hogy csak lefelé penget, muszáj felfelé is pengetni, de hát azt meg hogy. Szóval neki egy egészen speciális technikája van, és brilliáns módon oldotta ezeket a dolgokat meg. Na, térjünk ki egy kicsit az iskola irányába is, vagy beszélgessünk a Gorzia Művészeti Iskoláról. A suliba adsz ilyen inspirációkat a gyerekeknek, hogy sutyiba itt ezt a CD-t hallgass meg, vagy vidd haza, esetleg ebből tudsz meríteni? Tehát létezik ez a fajta dolog, hogy az én kedvenceimet továbbadom a tanítványoknak? Hogyne, hát igazából nem feltétlenül azért, mert az én kedvencem, hanem azért, mert ez a stílus gyakorlatok szempontjából egy nagyon fontos korszak. Tehát miután ide eljutunk, ugye az alapokat átvesszük, és kezdjük mondjuk a jazz improvizáció tanulását, akkor nagyon fontos, hogy ezeket az előadókat hallgassák, mert ugye az improvizáció és a könnyű zenetanulás, a jazz zenetanulás úgy indul, hogy megtanítjuk a fülünket, a belső hallásunkkal halljuk, képezzük a motivumokat, és halljuk a különböző lehetőségeket, megtanuljuk a hangzás világot értelmezni, és belülről hallani. Ha nem halljuk, akkor nem fogjuk tudni eljátszani, akkor csak egy ilyen újunkkal vezérelt ilyen katyvasz lesz belőle, de dallamot képezni igazán csak úgy tudunk, hogyha meghallgatjuk és a belső hallásunkkal halljuk a dallamot. Na most ehhez viszont nagyon fontos, hogy azokat a zenéket kell hallani. Tehát van, aki úgy születik, hogy tényleg őstehetség és nagyon fogékony ezekre a dolgokra, az önmagától is ezeket meg fogja találni, ezeket a dallamokat, a jó funkció meghatározó hangokat, a nagyon jó jazz kifejezéseket, figurációkat.
De hogyha valakinek meg kell tanulni, akkor először is nagyon-nagyon sok ilyen smizenét kell hallgatni, és utána fog igazán elkezdeni fejlődni. Nem sokára újra előtérbe toljuk a zenét, ezen belül pedig téged, hiszen a főszereplőjévé váltál a daloknak, főleg olyan dalokat választott Tamás, amikben a gitár dominál, de még mielőtt mindezt megtennénk, és még mielőtt a vége felé elbúcsúznánk egy dallal, pontosan egy héttel ezelőtt beszélgettünk egy nyílt napról, arra a nyílt napról, amit az iskolában, Gorzia Művészeti Suliban tartottatok, egy nagyon rövid beszámolót kaphatunk-e, hogy sikerült, nyilvánvalóan a hangulatát tekintve gondolom jó volt, leszámítva talán a sok maszkot, amit ilyenkor használni kellett ebben az időszakban. Szóval mégis hogy sikerült, mi volt a benyomásotok? Nagyon jól sikerült, általában jól szokott sikerülni, mivel az iskola szellemisége, hangulata az egy kiváló hely ahhoz, hogy inspiráljuk a növendékeket, a leendő növendékeket. A vírus helyzettől eltekintve azért voltak is szép számban látogatónk, örültünk is neki, és készültünk rá mindenképpen. Én annak örültem a legjobban, hogy a jövő új reménységét egy 9-es növendéket be tudtam mutatni, és egy nagyon virtuóz Geri Moore számot eljátszott, és azzal készült. Tudtam büszkélkedni. Tudtam vele büszkélkedni, igaz, hogy az ő érdeme, mert ő gyakorolt érte, de nagyon örültem, őt már elindítottuk ugye a fellépések irányába, és a zenekari gyakorlaton is nagyon jó kis produkciókat hallottam. Most is egy produkcióval készülünk, ezzel búcsúzunk el. Ez melyik dalod lesz, vagy melyik dal lesz? A következő a Have You Met Miss Jones című jazz standard lesz. Ahogy hallották, kedves televízió nézők, ezzel a felvétellel köszönünk el önöktől. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, hogy itt voltak velünk, és pontosan egy hét múlva hívjuk önöket a Fejévár Televízióban Hangvilla című magazin műsorunkban. További szép napot, viszontlátásra! Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is!
Műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.